Sziasztok, Csabullancs vagyok, és ebben a videóban meg fogom mutatni, hogyan tudtok jó speedartot csinálni 3 lépésben. 1. Töltsetek le valami nagyon szép képet. 2. Indítsátok el a felvételt, és kezdjétek el kiradírozni a képet. Jó tanács, néha kattingassatok az eszközbáron, hogy élethűbb legyen. 3. Játsszátok le visszafelé. És ennyi, kész a jó kis speed art. A következő videóban azt fogom megmutatni, hogyan tudtok hóból sört csinálni. Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan tudjátok ellenőrizni, hogy a játékos kezében a megadott tárgy-e van-e. Rendszeresen szoktam ilyen kérdést is kapni, úgyhogy ezért döntöttem, hogy ezt most megcsinálom. Kezdjük mondjuk úgy, hogy kell egy command block, ebbe írom majd az ellenőrzést. Ez ugye egy test for block. Test for? Ez egy test for. A játékos nézem, kukac A, azaz bármelyik játékosnál nézem azt, hogy kapcsolj zárójelek, és a Minecraftban van egy olyan tag, ez a selected item, és ez tárolja a kezünkben lévő tárgynak az adatait. Tehát selected item, így, kettős pont, kapcsolj zárójelek, és akkor ide jöhetnek a taggei. Nálam például most egy command block van, úgyhogy arra fogom megírni. Az ID a tárnak az azonosítója, tehát ID kettős pont, aztán macskakörmök közé az, hogy Minecraft kettős pont, command és block. Nagyon fontos, hogy ki kell írni a teljeset a Minecraft, itt nem lehet lesporolni. Ezeknél az ellenőrzéseknél, a test fornál, illetve a test for blocknál itt szigorúbban veszi a játék, nem lehet lesporolni. Hát, hogy miért, így írták meg a programot. Így, enter, még lesz itt egy ilyen chain, amit így conditionerre feltételes állítok, hogy csak akkor írja le, hogy akkor fusson le az, hogy mondjuk szél, hogy ott van. Aktiváljuk a command blockot, rárak egy gombot. Ja, igen, és hogyha persze, hogyha a command block van a kezemben, akkor kiír, hogy ott van, ha nem, akkor ugye nem. Ez persze lehet, hogy egy pályán nem elég, mert mondjuk, hát mondjuk talán nem command blockot kéne, hanem nem mondjuk kardot, legyen inkább kard. Az valahogy közelebb áll egy pályához. Jaj! Még egy vaskard, de van többféle vaskard is. Itt egy megadott kard kell, aminek adott neve van. Nos, ebben a részben ugyanazt kell írni, mint amikor megidéztek egy tárgyat. Pontosabban, tehát ide kell egy ilyen vesző, tag, kettős pont, kapcsolj zárójel, és ezek közé kell az, ugyanaz, amit give-nél használtok. Tehát például egy átnevezett kardot azt ugye úgy lehet lehívni, hogy azt mondom, hogy hoppá, give a játékos iron sword, egyet kérek nulla sérüléssel, és ugye ide jön az, hogy display, kettős pont, azon felül name, és beírjátok a nevet, menjünk ment, tehát akkor kaptam egy kard, tényleg olyan neve van, és ide a tagbe ugyanezt kell, tehát ez a, így kijelölöm, ez a display, kettős pont, name, így ez a rész megy oda. Így mutatom, tehát ide bemásolom. Így, ezt bemásoltam ugyanúgy, mint give-nél. És ezt így a kezembe veszem, és megnyom a gombot, hát akkor ott van. Megmutatom más vaskarddal, hogy nem csalok. Ennek nem az a neve, és nem is fut le. Meg még mit tudom én, ellenőrizhettek enchantot, damage-et, hogy mennyire sérült a tárgy, stb. Bármi, amit megírtok give parancsban. Talán még, amit gyakrabban fogtok használni, vagy gyakrabban lehet rá szükség, az a darabszám. Az így ide jön igazából így az ID meg a tag mellé, tehát az nem a tages részen belül van, hanem azon kívül. Ide írom, count, és akkor mondjuk két darab. Mondjuk kardnál nehéz egyszerre kettőt kézbe venni, úgyhogy át fogom írni. Akkor legyen kő. Tehát két darab kő, ami át van nevezve, és ami még fontos, hogy a játék az ellenőrzésnél nézi a típust is,
és emiatt ilyenkor ide kell írni egy ilyen kis B betűt. Ezt egyébként a játék wiki oldaláról le tudjátok nézni, belinkelem a leírásba, természetesen angolul van, de a tegek előtt van egy kis ikon, ugye a count előtt ez a kis B betű, ami jelzi, hogy miben tárolja a játék, azaz milyen betűjelet kell odaírni. Például látjátok a damage-et, annál S betű van, mert az short típusban tárolja, úgyhogy ha damage-et is akartok ellenőrizni, akkor damage 2-ös pont a szám, és utána az a kis S betű. Jó? Így viszont kell magamnak adni ilyen kardot, illetve követ. Na most ha így futtatom le, így nem fut le, mert nem azon a kezemben. Most azon a kezemben több is van, mint kettő, de nem fut le, mert ő azt nézi, hogy pont kettő legyen. Igen, sajnos ezt nem lehet ezzel a parancsal, hogy legalább vagy legfeljebb kettő van. Sőt, igazából nincs is rá egy parancs. Ilyen így nem lehet megadni. Esetleg a score-ral számoljátok, hogy hányat vett fel a játékos, akkor annak már ugye lehet olyat írni, hogy legalább ennyi, vagy legfeljebb ennyi a score értéke. Na, viszont hogyha kettőt veszek így pont a kezemben, az már tetszik neki. Igen, a tárgyaknak az azonosítóját úgy tudjátok lenézni, hát most nekem be van kapcsolva, de ha alapból nincsen, mert így néz ki a játék, akkor az F3 plusz H-t kell lenyomni, akkor írja is a cseten, hogy Advanced Tooltips Shown, azaz mostantól mutatni fogja, és ha ráviszitek az egeret, akkor ott van szürkével, hogy Minecraft 2.stone. Sőt, meg a damage-et is mutatja, ott fölül a perjel után, hogy nulla. Ez a stone nulla. Itt van a granite, az is stone, de az egyes damage. És így tovább. Ennyi a lényeg, ebbe a selected itembe kell írni annak a tárgynak a tulajdonságait, amit szeretnétek tesztelni. Ebbe pedig ugyanúgy kell írni, mint a GIF parancsba, pontosabban a tegen belül kell ugyanazt bemásolni. Egyébként azt a pályát töltöttem be, amin mutattam, hogy hogyan lehet fákja nélkül ellenőrizni, és hát azon keresztül megmutattam, hogy például egy ilyen küldetés kezelést hogyan lehetne megcsinálni. Ezt most mondjuk át is másolom oda. Így. Így most nem veszi át, csak ellenőrizi, hogy nálam van-e. És ha mondjuk megérkezek, és nincs még nálam a tárgy, és úgy nyomom meg a gombot, vagy úgy beszélek a falusival, hát akkor igen, most azt írja, hogy nincs, azaz mondaná a szövegét, hogy ja, úgy elhagytak a köveim, bárcsak hozzá nekem két köve. És aztán elmegyek a két kőért, visszajövök, ja, és persze adott névvel, a név is benne van ugye. Szóval visszajövök, és megint beszélek vele, és most ugye azt mondja, hogy van, ilyenkor meg ugye mondjuk elveszi a tárgyat, meg jutalmat ad, meg nem tudom, hozzám jön feleségül. Úgyhogy ennyi, ezt a parancsot bemásolom, de biztos, hogy nem pont ugyanerre lesz szükségetek, tehát ezt nyilván kiegészítetek azzal, amit nektek kell, vagy átírjátok. Ajánlom figyelmetekbe a GIF generátorokat, amivel összeraktok egy tárgyat, és aztán a legenerált kódot tudjátok nézni, hogy mit hogyan kell megírni. De igazából én azt mondom, hogy nem érdemes túl sok mindent ellenőrizni. Mondjuk maradjunk csak a névnél. Mert teszem azt, ezen van mindenféle enchant, meg különleges dolog, meg leírás, és ha azokat is beleírom ide az ellenőrzésbe, és mondjuk a pályaépítés közben eszembe jut, hogy ó, hát ilyen enchant még hiányzik, vagy nem kell ennyi enchant, vagy valami, akkor nem elég újra megírni a tárgy kódját, vagy kicserélni, hanem ezt az ellenőrzést is át kell írni. Viszont, hogyha csak a nevet nézitek, akkor ugye nem kell, az a lényeg az, hogy a név az stimmeljen, úgyse lesz más olyan nevű tárgy a pályán, és ugye a későbbi változtatások miatt nem kell piszkálni ezt a parancsot. Szóval én azt mondom, hogy túl sok ellenőrzést egy kalandpályán fölösleges belevinni, ellenben lehet olyan helyzet, hogy mégiscsak valamiért sok teget kell ellenőrizni, hát ez nyilván helyzetfüggő. Szóval használjátok egészséggel, a kézikönyv óvjon.